Tegnap a hasunkat foghattuk a nevetéstől Gáspár Evelin és Gáspár Zsolti játékát látva. A Pénzt vagy Éveket című műsorban ugyanis kiderült, hogy hogyan tanította meg biciklizni Zsolti Evelint, és hogy mi miatt lett vegetáriánus Gáspár Zsolti. Most kapcsoljuk Fuchs Ricsi kollégánkat, akit Nógrád megyeri otthonában lát vendégül, Gáspár Zsolti. Ricsikém, parancsolj, tiétek a szó. Szervusz, jó reggelt kívánok, valóban itt vagyunk. Zsolt, köszöntelek, köszönjük szépen, hogy fogadtál bennünket. Nagyon szívesen. Nem tudom, tudod-e, hogy a műsor történelmének legnagyobb összegét hoztátok el? Hát most már igen, de jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok, boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek, jó egészséget. Hát igen, igen, most ahogy mondod, hogy mind nyertünk a legtöbbet, kellett is, mert ebből szeretnénk nagyon nagy mennyiségben adakozni a Hein Pál kórházba, és dr. Hegyi Márta főorvos asszonnyal már felvettük a kapcsolatot. Ezt mondtad tegnap, csak, igen, az, igen, csak igen. Azt nem, hogy miért. Tehát, hogy hát miért, a, kisfiam, a kisfiam, a Nikolaszka, ő neki van egy betegsége. És Magyarországon ötödik ilyen regisztrálták őt ilyen betegségbe, ez a Recklinghauser kórban szenved a kisfiam, de nagyon jó kezekben van, hála a Jóistenkének, és azért szeretnék, mert a Jóisten is megsegített minket, hogy nyerjünk ennyi pénzt, én azért szeretném a két kórházat segíteni, hogy minél több gyereknek tudjanak ők is segíteni. És úgy, mint Nikolasznak, hogy egészségbe és jó-jó fizikában legyen a kisfiam. Legyen így. Hogy köszönöm. Éreztétek magatokat az adásban? Ha megmondom őszintén, Evelinnel most voltunk legelőször együtt szerepelni. Hát én egy kicsit izgultam, nyugtalan hát voltam. Hát ez nem jött le. De tegnap úgy megnéztem a műsort, egy picit kellett volna visszavenni egy 10%-ot. Egy kicsit így nyugtalan voltam, és kiadtam magam. Mi volt a reakció? Gondolom csörgött a telefonon. Igen, igen, végig csörgött, hogy nagyon jó nyomod Zsoltikám, nagyon örülünk neki, a januárunkat nagyon felhoztad, úgyhogy nagyon jó pozitív dolgok jöttek vissza. Szóba kerültek magánéleti dolgok is, többek között azt, hogy vegetáriánus vagy. Igen, pár igen, szóban igen. Elmesélted, de még egyszer megkérlek, hogy egy kicsit mesélj nekem erről. Hogy jött neked ez? Hát úgy, hogy én rengeteg pacalt belsőségeket ettem, én imádtam ezeket a disznóságokat, megmondom őszintén, meg a bárányhúst. Bárányhúst, és annyira túléltem magam, hogy ez problémát okozott nekem, aztán bevittek... Bocsánat, mutassunk meg téged egy pillanatra, igen, 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 légy szíves. A fotón, hogy ugye... Igen, így néztem ki, így aha. Néztem ki. Tehát ez volt, ilyen nagy gyomrom volt. Hány kiló voltál körülbelül? Hát én a 120. 120. Így van, így van. De és ezen a másik képen ma lehet látni, hogy mi alakultam ott. Itt a Gáspár család, és Győzikének a családja, meg Beászonnak a családja. Úgyhogy így lementem. Nem véletlenül, tehát ne szaladjunk előre, rosszul lettél. Igen. Túlletted magad, rosszul lettél, bekerültél a kórházba. Így van, bekerültem a kórházba, azt állapítottam első körbe, hogy szívinfarktus gyanúba vagyok. Uh-huh. Utána már egy óra múlva megmondták, hogy hastalany mirigyen van begyulladva, de nagyon be van. Akkor mindjárt adtak nekem infúziókat. De ez fájdalmas volt? Fájt? Rosszul érezted magad? Rosszul éreztem magam, és utána lejött hozzám ilyen diabetikus, elbeszélgetett velem egy fél napot. És utána átértékeltem a dolgokat, hogy 30-35 éven keresztül ettem ilyeneket, ettem olyanokat, és most már megharagudtam. Nem bírok ránézni se a csirkehúsra, se a hárra, semmilyen belsőségre. Tehát hogy nézni, beülünk egy családi vacsorára hozzátok. Igen. Hozzák a húsokat, hozzák a halakat, a csirkéket, és igen. Akkor te ott a rizssel... Rizs, salátákat, mert rengeteg sajtot. Úgy állok hozzá, rengeteg sajtot, és most a feleségem ilyen lepényeket, meg kalácsokat süt nekem. Túrós kalács, mákos kalács, meg mindenfajta kalácsot eszek. Tehát akkor azért nem éhezel? Nem. Mi a kedvenced? Most a tésztákra álltam rá, nagyon finom tésztákot főz ki a feleségem, ráteszi a sajtokot, meg paradicsom lével leönti nekem. Ez maximálisan nekem jó. Értem. Az is szóba került, hogy hogyan tanítottad meg Evelint biciklizni. Igen. Ebből nekem, meg ebből az egészből az jött le, hogy ti nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápoltok. Igen. Győziékkel az egész család. Így van. Ez egy napi kapcsolat? Együtt éltek gyakorlatilag, dolgoztok, együtt... Igen, ez nem napi kapcsolat, inkább úgy mondanám, hogy ez fél órás kapcsolat, mert most is Győzi elutazott külföldre, és fél óránként hívjuk egymást, mi történik vele, hogy van, mint van. Hát Evelinnel meg visszatérve rengeteget mink hordtuk óvodába, iskolába, ugye Győzikének ment a Győzikesó, meg egyéb dolgok voltak, és akkor mink hurcoltuk be Salgó Tarjánba, innen Nógrád megyerből. És Evelin akkor ugye túlsúlyos volt, ugye Győziék vissza akarták venni a kaját neki, és este felhívott engem, hogy ő neki kellene hamburger. Hát én mit csinálok, mint bácsikája? Megcsinálta neki a szlovák módra a feleségem a hamburgerokot, bevittem neki, és akkor bejuttattam neki Evelinkének, és megette. Szóba került, hogy gyakorlatilag mindenki fogyott a családban. Így van, Virág, teljes diétán van, azért vagyunk diétában, mert van egy szoba nekünk berendezve. Én bemutatnám nektek, persze. Parancsolj. Köszönöm. Itt bemutatnám nektek, itt szoktak gyúrni, tornázgatni a kis családom, és hogy itt van bicikli,
Van ilyen terápiás dolog is, úgyhogy nagyon komoly. Ezeken, aki elveszti nálunk a Gáspár családban a technikát, akkor ezen kell neki járkálni. Így, és akkor így meditálnak. Meditálnak nálunk a Gáspár család. És elég jó különben. Itt tornázgatnak. A lányok ahogy az adásban is elhangzott, akkor innen igazából már csak a görkorcsolya hiányzik, igen, és az úszótudomány. Na most ezzel nagyon szenvedek, megmondom őszintén, akárhova elmegyek, Hajdúszoboszlóra, és idáig tudok bemenni a vízbe. Ez nagyon hiányzik az életemben, hogy megtanuljak úszni, meg angolul, meg a görkorcsolyával. Erről meg álmodozni szoktam, hogy a görkorcsolyával megyek a hősök terén, de viszem magammal a bárányomot, hogy ő is meglássa, hogy tudok menni görkorcsolyával. Mert a hősök terén egyszer ki kell, hogy próbáljam. Legyen így, hát kívánom, hogy ez megtörténjen az életedben. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt lehettünk. A szót pedig visszaadom a stúdiónak.